A civil szervezetek fórumot kaphattak a színes programkavalkát között, az érdeklődők szerint így hangsúlyt kapott létezésük fontossága. Megismerteti a közönséggel azokat a szervezeteket, amit általában nem ismerünk mi járók elő. Sok közhasznú funkciót is elláthatnak, illetve olyan dolgokba, amiben nem biztos, hogy az állam tud segíteni mondjuk az állampolgároknak. 2011 egyebek mellett az önkéntesség éve is. Ha valaki kedvet kapott a rendezvény alatt, hogy önkéntesnek álljon valamelyik szervezethez, itt azt is megtehette. A civil szervezetek regionális szövetségének elnöke egyébként úgy tapasztalta, az emberek egyre inkább érzik az önkéntesség jelentőségét. Intenzívebb az érdeklődés, és az emberek rájöttek, hogy ők eddig is rengeteg önkéntes munkát végeztek, viszont most ez keretek közé kerül. Tehát pontosan tudja, hogy amit elvégez, ez tulajdonképpen a közösségnek milyen célcsoportját érinti, és kinek jó. És még ami miatt nagyon fontos, hogy egyre több olyan szervezet is bekerül ebbe az önkéntes rendszerbe, akik eddig nem tudták, hogy van erre mód. Az Állatok Világnapja alkalmából az állatvédő szervezetek is képviseltették magukat. Azt gondolom, hogy ezen a nagy rendezvényen nagyon sok új barátot fogunk találni, nagyon sok új támogatót fogunk találni, mert ugye nem titkolt célunk az, hogy az állatmenhelyek ugye civil szerveződésekből működnek, és minél több segítőre, barátra és örökbefogadó gazdára van szükségünk. A forgatagban gazdára váró négylábúakkal is találkozhattak az érdeklődők. Az állatotthonból kihoztunk egy kenelnyi kutyát, ők itt sétálnak az önkénteseinkkel, és természetesen ők mind gazdára várnak, és hát úgy készültünk, itt van az oltási könyvük, és nyugodtan örökbe lehet őket fogadni, illetve ugye az állatainkról vannak ilyen információs lapok képpel és egyebekkel, tehát hogy a többi állatot is meg tudják nézni az emberek. A program különlegessége abban állt, hogy nem csak a gazdik megjelenésére számítottak, hanem a házi kedvenceket is ugyanúgy sok szeretettel várták a rendezvényre. Az Állatok Világnapja alkalmából pedig a legfontosabb célkitűzése a szervezőknek az volt, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Fontosnak érezzük azt, hogy mindenki tisztában legyen a házi kedvence igényeivel, és tisztában legyen azzal, hogy egészségügyi, illetve táplálási feltételei vannak az állatnak, hogyan kell vele együtt élni, milyen szokásai alakulhatnak ki az állatnak, tehát nagyon fontos, hogy az itt megjelenő civil szervezetek tanácsot adjanak a résztvevőknek. A város polgármestere Cserpalkovics András szerint a civil közösségek összetartó erőt képeznek Székesfehérváron, és igyekeznek mindent megtenni az itt élőkért. A székesfehérvári civilek igazi civil kurázsiból fakadóan az egész évben, annak szinte minden napján programokat, rendezvényeket, eseményeket szerveznek, kiveszik a részüket Székesfehérvár életéből, segítenek a városnak, a rászorulóknak, betegeknek, programokat adnak a gyermekeknek, és megmutatják azt, hogy ez a város igazi közösségként képes célok, nemes célok mellett összefogni. Ilyen jellegű, ilyen nagyszabású rendezvény még nem volt az országban, ugyanis először került sor arra, hogy a város civil szervezetei, az állatvédő gondozó szervezetek együtt sorakoztak fel a civilek és az állatok érdekében.